A lovasballagás után az elsajátított tudásanyag szalmadása következett 35 vizsgázóval a helyi lovasiskolában. Hétfőtől a szakmai vizsgák elméleti és gyakorlati részén is hely kellett állnia a végzős diákságnak. Teljes értékű vizsgát 32-en tettek, akadtak részvizsgázók, illetve két diák a szakma kiváló tanulója országos versenyben bizonyította tudását, ők mentesültek a vizsgák alól. Éppen, hogy lezajlott a lovasballagás Bábolnán, már el is kezdődtek hétfőn, illetve kedden, a rákövetkező héten a szakmunkás vizsgák a végzős lovásztanulók számára. Hány tanuló vizsgázott, hány osztály, hány tanulója tette le idén a lovász vizsgákat? Három osztályból állt össze a vizsgázóknak a csoportja. 35 vizsgázónk volt, a 35 vizsgázóból 32-en tettek teljes értékű vizsgát, ez azt jelenti, hogy minden részből vizsgázniuk kellett. Egy olyan tanulónk volt, akinek tavaly nem sikerült az egyik elméleti része a vizsgájának, neki csak ebből kellett vizsgázni, és kettő olyan tanulónk volt, akik a szakma kiváló tanulója versenyen olyan szép eredményt értek el, hogy nem kellett vizsgázni, nekik csak itt kellett lenni a megnyitón, itt kellett lenni a díjkiosztón, és átvehették a bizonyítványukat jeles érdemjeggyel. Gondolom, nálatok is vannak elméleti, illetve gyakorlati teendőik a végzős tanulóknak. Hogyan zajlik nálatok a vizsga? Igen, úgy állítottak össze a vizsgát most, hogy a nehezebb, a gyerekek számára nehezebb része az az elméleti vizsga. Ezért úgy gondoltuk, hogy az a jó, hogyha minél hamarabb túlesnek ezen az elméleti részen, tehát kedre tettük az elméletet. Két bizottságban folyt a vizsgáztatás, az egyik bizottságban a gondozás modul volt, gondozás és tenyésztés modul, a másik bizottságban pedig a lovaglás és fogathajtás modul volt, és ebben a kettőben forgószínpadszerűen egyik részen levizsgáztak, átmentek a másik bizottsághoz, ott is levizsgáztak, és belátható időn belül végeztünk is az elmélettel, és nagyon jó eredményekkel. Itt is van szóbeli és írásbeli? Írásbelink nincsen, ugye a komplex vizsgán nálunk a lovász szakképesítésnél írásbeli nincsen, csak szóbeli, illetve gyakorlati része van a vizsgának. Na, aztán belevágtak a tanulók a gyakorlati vizsgákba is. Gondolom számukra azért ez a természetesebb, ez a jobb, hiszen minden nap ezzel foglalkoznak, és ez az, amit tulajdonképpen nagyon szeretnek, hiszen ezért jöttek ide. Így van, a gyakorlat egy kicsit azért könnyebb számukra, mint az elmélet. A gyakorlatot is ugye két napra bontottuk szét. Az egyik napon volt a lovaglás és fogathajtásnak a feladatok végrehajtása, amikor konkrétan fogatot kellett hajtani és lovagolni. A délutáni órákban a fogathajtáshoz és a lovagláshoz kapcsolódó más jellegű gyakorlati feladataik voltak, és csütörtökön az zárónap délelőttjén pedig a gondozás és tenyésztés modulnak a gyakorlati részéből vizsgáznak. Valóban számukra könnyebb azért a gyakorlat, ezt látják, minden nap ezt csinálják, viszont azért van olyan nehézsége is, hogy ilyenkor nem csak el kell végezni a feladatot, hanem el is kell mondani, hogy mit csinálnak és hogyan csinálnak, azért ez szokott némi problémát okozni. Kik vizsgáztatnak? Egy vizsgabizottság vizsgáztat. A vizsgabizottság négy tagból áll, három tagot az agrárkamara delegál a vizsgaelnökkel együtt, egy tagot pedig az iskola delegál. Idén a vizsgabizottság úgy állt össze, hogy a vizsgabizottság elnöke dr. Szajkó István volt, aki Kőszegen lakik, az egyik tankönyvet írta, amiből a gyerekek tanulnak. Magyar Vilmos volt a másik vizsgabizottsági tag, aki annak idején iskolánkban tanított, sőt egy rövid időre igazgatóként is dolgozott nálunk. Bognár Krisztián volt a harmadik tag, és Ráski Péter tanárurat pedig mi delegáltuk a vizsgabizottságba. Magyarországon ez egységes a lovászvizsga? Tehát ugyanazokból a tantárgyakból ugyanúgy vizsgáznak le? Így van, egységesnek kellene, hogy legyen a vizsga. Az elméleti rész az mindenképpen egységes, hiszen a tételeket, amiből a gyerekek vizsgáznak, ezt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adja ki számunkra. Tehát az elméleti vizsgán mindig ugyanabból vizsgáznak a gyerekek. A gyakorlatnál is ugye a szakmai és vizsgakövetelményekben le van írva, hogy milyen feladatoknak kell szerepelni. Itt viszont a helyi sajátosságokat mindig figyelembe veszik a vizsgabizottságok, és ehhez igazítják a vizsgát, tehát a gyakorlati résznél
ennél egy picike kis eltérés lehetne. Van olyan rész, ahol nem lehet eltérés, mint a fogathajtás meg a lovaglás feladatok végrehajtásánál, ugyanis ott megadják pontosan, hogy milyen program szerint kell végrehajtani mind a fogathajtást, mind pedig a lovaglást. A többi gyakorlati résznél viszont a helyi sajátosságokat figyelembe tudják venni, és ehhez tudják igazítani a feladatok összeállítását. A bábolnai lovasiskolások számára hogy sikerültek a vizsgák, ebben is kiemelkedőt tudnak nyújtani itt tanulók? Igen, az idei esztendőből elmondhatom, hogy egyrészt a vizsgázóknak a felkészültsége nagyon jó volt, másrészt pedig a vizsgabizottság nagyon segítő szándékú volt, és tényleg azt nézték, hogy a gyerekek mit tudnak, és nem pedig azt, hogy mit nem tudnak. Sőt, itt kiemelném a két idősebb vizsgáztató, dr. Szajkó Istvánt és Magyar Vilmost, mert ők ráadásul még nagyon jó hangulatot is teremtettek, tehát nagyon vidáman telt a vizsga, feloldották a vizsgázókat, és nem pedig görcsben vizsgáztak a vizsgázók. Azt gondolom, hogy ez azért is nagyon jó, mert ilyenkor még a rejtett tudásokat is jobban elő tudják hozni, mint egy stressz helyzetben kellene vizsgázni. Az eredmény nagyon jó volt, összesen 3 tanuló érte hármas eredményt, az összes többi 4-es, 5-öst kapott, tehát azt gondolom, hogy az idei vizsga nagyon-nagyon jól sikerült. Vannak olyan diákok, akik még nem búcsúznak végleg az iskolától, tehát itt maradnak még egy további képzésen? Igen, már többen beadták a jelentkezésüket a belovagló képzésre, tehát ők jövőre is itt fogják folytatni majd a tanulmányaikat, tehát csak részben búcsúztak el a ballagáson, a lovász résztől elbúcsúztak, de kezdeni fogják majd a belovagló résszel.